Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztő! Halleluja, dicsőség Istennek! Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket ezen a mai napon. Remélem, hogy nagyszerű éjszakátok volt, pihenésetek, és most pedig fogunk tudni előre menni dicsőség teljesen ezen a mai napon. Dicsőségről dicsőségre, és győzelemről győzelemre. Ez vár rád a mai napon, úgyhogy állj készen, rázd le magadról a csüggedést, rázd le magadról a gyengeséget, az erőtlenséget, és vegyél a mai napon erőt. Azt mondja az igaz, hogy vesztek erőt, minek utána a szent rá. Remélem, hogy tele vagy szent szellemmel, remélem, hogy hogy imádkozol nyelveken, és uh, akár a mai napon már imádkoztál is, de hogyha nem, akkor mindenképpen felhívlak, hogy most az, az Isten népe ébresztő után imádkoz nyelveken, és gerjezd fel a szellemedet, és most is, miközben uh, én bátorítalak benneteket, közben is imádkozhatok nyelveken. Jó? Tehát uh, legyetek teljesen szabadok, mindig és mindenkor lehet nyelveken imádkozni, miközben én, én szolgálok felétek. A nyelveken imádkozás sokszor segít mondjuk összpontosítani. Tehát jó? jobban meg tudod ragadni az üzenetet. Amikor nyelveken imádkozol, akkor az értelmeddel ugyanúgy mindent át tudsz venni, és a szellemeddel is. Dicsőség Istennek. Ez majd egy másik napon majd beszélünk róla. Dicsőség Istennek, Kriszpásztor mai üzenetének a címe olyan fehér, mint a hó. Az Izsaiás 1.18 azt mondja, no, gyertek, törvénykezzünk, azt mondja az úr ha bűneitek skarlát pirosak, hófehérek lesznek. És ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesztek, mint a gyapjú. Az Úr Jézus isteni természetű és bűn nélküli való volt, mégis ő lett a bűneinkért való áldozat, a világ bűneiért felajánva. Ő elfoglalta a bűneink helyét a kereszten, hogy mi elfoglalhassuk az ő helyét a megigazultságban. Mondja a 2 Korintus 5.21. Annak eredményeképpen, amit Jézus tett, az Atya igaznak, szentnek és hibátlannak nyilvánított bennünket az ő színe előtt, így bátorsággal állhatunk meg Isten jelenlétében bármiféle kárhoztatás, bűntudat, vagy kisebb rendűségi érzés nélkül? Az igazság az, hogy Istennek már semmiféle fenntartása nincsen veled szemben. Az ő számára éppen olyan tökéletes vagy, mint Jézus, hiszen a te igazságot Jézus Krisztus igazsága. A következőképpen képzeld ezt el. Egy csodálatos herceg meghív téged, hogy részt vegyél a lakomáján, azonban te koszos vagy, büdös vagy, és szakadt rongyokat visesz. Miközben te a szennyes kinézeted miatt egyáltalán nem akarsz közel kerülni hozzá, vagy a vendégeihez, addig ő kitárt karokkal, és szívet melengető mosolyal az arcán, jelzi számodra, hogy menj hozzá! és kitárja előtted a lakoma ajtaját. Amikor észreveszi azt, hogy vonakodsz, tovább kérlel, hogy jöjj be, hogy bemutathasson téged a többieknek a teremben. De azonban csüggedő pillantással visszautasítod a meghívását. Végül a herceg így szól, tudom, hogy mit érzel. Nem foglak megszégyeníteni. Meg tudná bízni bennem? Végül úgy döntesz, hogy megbízol az ő szavában, és bemész, ha bár még mindig nem tudod elképzelni, hogy hogyan légy közösségben ilyen tiszta és hibátlan emberekkel. Ismervén a gondolataidat, a herceg így szól hozzád, Most, hogy hittél nekem, nézd csak meg magad újra. Amikor ezt megteszed, hirtelen észreveszed, hogy éppen olyan makulátlan és királyi lettél, mint mindenki más a teremben. Ehhez hasonló a Jézus Krisztusban való megigazoltságod. A Biblia azt mondja, megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, ami urunk Jézus Krisztus által, dicsőség Istennek. Nem csoda, hogy Isten az 1 Korintus 6.11-ben kijelenti, hogy megmosott, megszentelt, és megigazított téged az Úr Jézus Krisztus nevében az ő szent szelleme által. Most pedig az ő munkatársává tett téged abban, hogy a megigazultság csodálatos életébe másokat is bevezess, hogy átélhessék ugyanazt a békességet és dicsőséget, mint ami benned van. Halleluja! Ne tartsd ezt magadban. Magasszaljuk az Urat, fantasztikus az, amit, amit valóban Istentől kaptunk. És uh, ez az üzenet, ez nagyon-nagyon fontos. Ismét a megigazultság témájáról beszélünk, és és nagyon nagyszerű dolog, amit az Ézsaiás is mond. Ha olvassam fel nektek még egyszer az Ézsaiás egy 18-at, a bevezető igénket. Azt mondja, Isten mondja, hogy no, gyertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skarlát pirosak, hófehérek lesznek. És ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Dicsőség Istennek, tehát Isten azt mondja nekünk, hogy ha a bűneink még most nagyon pirosak is, de fehérekké teszi ezt az Úr. És más helyen pedig olvasuk azt, hogy ha jól tudom, akkor Zakariásnál, a profétánál, hogy tiszta ruhát, Kellett ráadni, mert szennyesnek érezte magát, piszkosnak érezte az ő ruháit. És azt mondta az Úr, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhát, és adjatok neki fehér ruhát és tiszta ruhát. És Isten ezt teszi velünk. Abban a pillanatban, amikor megtértél, amikor átadtad az életedet Jézus Krisztusnak, attól a pillanattól kezdve, attól a másodperctől kezdve azt mondja az Ige, olvastuk már a héten is, de hogy meglettünk, megmosat, megmosattunk, megszenteltettünk, megigazítattunk, mondja az ige, az 1 Korintus 6.11-ben. Tehát nagyon fontos, hogy attól a perctől kezdve, hogy te megtértél, attól a perctől kezdve tisztának, szentnek lettél nyilvánítva Isten szemszögéből. Hófehér ruhát kaptál, dicsőség Istennek. És ez a hófehér ruha azóta is rajtad van. Amen. Ezt nagyon fontos tudnod. Poróbek Tamás pásztor tanít, és Krisz pásztor is tanít a Most Már könyvében arról, hogy a megszentelődés mit jelent, hogy mit jelent a megszentelődésnek a két fázisa, hogy az első fázis az, amikor Isten szentnek nyilvánít bennünket, az újjászületésnek a fürdője által meglettünk mosva, ez az első lépés. A második lépés pedig, hogy az ember megszenteli önmagát, és az ember meg változtatja a cselekedeteit azért, hogy a szentség útján tudjon járni. Isten szentnek nyilvánított bennünket egyfelől, másfelől pedig meg kell szentelnünk saját magunkat, és meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat, és ezáltal a cselekedeteinket dicsőség Istennek. Üh, imádkozzunk most és mondjátok utána ezt az imát. Drága atyám, köszönöm a te igazságodat én bennem. Ez képessé tesz engem arra, hogy helyesen éljek, és mindenkor beteljesítsem a te akaratodat. Az életem megtermi az igazság gyümölcseit, az igazság cselekedeteit cselekszem, és a te jóságodat megjelentetem a világnak. Jézus nevében. Amen. Dicsőség Istennek. Lejetek áldottak, és kívánom, hogy ebben az örömben, a Szent Szellemnek a jelenlétében töltsétek el az egész napotokat. Isten áldjon meg benneteket. Jó reggelt! Áldott napot. Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!